Tavaly évben alakult Dunamenti Polgári Egyesület családi pikniket szervezett a Dunai Holták partján, az Altaripa Szabadidőközpontban. Az egyesület célja, hogy a dunamenti települések bevonásával olyan programokat, eseményeket szervezzenek, amik sokszínű kikapcsolódást nyújthatnak a fiataloktól egészen az idősebb korosztályig. A mostani piknik elsősorban a kicsiknek nyújtott változatos élményeket. Volt ugrálóvár, kutyás játszóház, kézműveskedés, gyerekkoncert. A főszervező Berta Zoltán azt mondta, hogy hagyományteremtő szándékkal szeretnék a továbbiakban is megrendezni az eseményt. Egyesületünk tavalyi évben alakult, és nem titkoltan ugye azzal a céllal jöttünk létre, hogy próbáljunk itt a Dunamentén, a dunamenti településeken olyan programokat szervezni, ami fiataloktól az idősekig nyújt szórakozási lehetőséget, oly módon, hogy lehetőség szerint a hagyományainkat, értékeinket ápoljuk, megőrizzük, továbbadjuk. Ezt próbáltuk egybe gyúrni, ennek ma egyik lépése ez a Dupi Gyereknap, mikor elsősorban most a fiatalokra, a picúrokra hegyeztük ki itt a Tolnai Altaripa Szabadidőparkban, egy egész napos programsorozatot szerveztünk számukra. Hála Istennek egy rendkívül magas színvonalú helyszín áll rendelkezésünkre, hiszen néhány évvel ezelőtt uniós, illetve kormányzati forrásból egy nagyon szép szabadidőpark alakult ki Tolnán, itt remek játszótér van, és ehhez mi további népi játszótereket hoztunk, ugrálóvárat hoztunk, egyéb közösségi programot, most mögöttünk a csurgózenekart halljuk, aki a piciket szórakoztatja, de hoztunk kutyás mentorokat, és a Csigabiga Alapítványtól van itt 4 kutyás mentor, akik a kicsikkel mozgáskoordinációs tevékenységet végeznek. Természetesen nevünkben is benne van Dunament, úgyhogy a Dunát sem hagyjuk ki. A Tolnai Sárkányhajó Egyesület felevezett a bárka mellé, kikötöttek, és ezt a természeti kincset az arra vállalkozóknak egy közös evezéssel mutatják be, úgyhogy folyamatosan megy a sárkányhajó körbe-körbe, és deríti föl ennek a rejtélyes víznek a szépségeit. Mindenféleképpen bízom benne, hogy ennek lesz folytatása, hogy folyamatosan tudunk ilyen és hasonló programokat. Úgy gondolom, a tolnai helyszín az adja magát, hogy itt évről évre egy hasonló színvonalú, nagyságrendű rendezvényt tudjunk megszervezni, megtartani a gyermekes családok részére. A vállalkozókedvű gyerekek és felnőttek a Tolnai Sárkányhajó Egyesület jóvoltából kipróbálhatták a holtágon az evezést is. Szálltatok ki a hajóba, hogy tetszett? Igen, nagyon. Tetszett? Ültél már ilyen sárkányhajóba? Nem, még nem ültem. Eveztél is? Igen, eveztem. Igen. Milyen távon mentetek? Milyen messze mentetek? Hát úgy. Hát ott nem tudom. Eljössz máskor is? Igen. És mit próbálták itt? Hát most csúszdáztam a kutyákkal, játszottam, simogattam őket, meg motocukrot adtam. Aztán még ennyi, mert most jöttünk nemrég. Elülgen, megint a mezőgen. Miközben a gyerekek élvezték a szervezők által nyújtott lehetőségeket, a felnőttek sem maradtak esemény nélkül. A vállalkozókedvű baráti társaságok közös főzéssel is eltölthették a napot. Számos bográcsban rotyogott a finom halászlé vagy a pörkölt. A rendezvényen több százan vettek részt. Tolnai receptet összesen vagyunk olyan 20-an körülbelül, és a másik bográcsba is főznek, tehát 2 bográcsba összesen, úgyhogy olyan 5-8-an. A délután további részében Bájer Zsolt előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Arról kérdeztük, hogy hogyan látja a közelgő választásokat. Minden ott folytatódna, ahol 2010-ben abba maradt. És csinálnák megint 2-3-4 évig, utána megint megbuknának, és mi megint előről kezdhetnénk, de miért kell mindig mindent előről kezdeni? Nem lenne egyszerű folytatni? A nap végén Berta Zoltán főszervező azt mondta, hogy a jövőben is szeretnék a dunamenti településen élőket összekapcsolni hasonló jellegű programokkal.